én sem tudok úgy elmenni, hogy ne fejezzem ki a köszönetemet és a hálámat. Legelsősorban kedves tolmácsoló lánykánknak. Ő nekem egyben a kezelőm is volt, de egyben lányom helyett most lánykámnak is. Tudod, hát milyen foszkás egy fika? És a pszichológusom is volt egyben, meg, az én kis angyalkám. Köszönöm neked, Ágnes. Mulțumesc. Másik tolmácsunk nincs itt ugyan, de a főzési ismereteket nagyon-nagyon alaposan és nagy szeretettel adta át nekünk is. Köszönöm, Iluskám. Ábel, neked is köszönjük a kemény férfias edzőmunkát. Legközelebb, ha visszatérek, már remélem karcsúbb is leszek. A másik köszönetem még vérvétel szaktudorainak szól. Ezt azért mondom, mert nekem nagyon rossz vénám van. És mind a két alkalommal, hiba nélkül, fájdalommentesen vették le tőlem a vért. Ezért voltam én ott a vérvétel napján már hajnal 5-kor. Mindenkinek köszönöm a szakmai hozzáértését, a sok-sok mosolyt, az imákat. És nagyon szeretnék visszatérni, és a gyerekeimet is meggyőzni, hogy ez az élet. A rendtorka is hiszem convinci copii. Ez az élet az igazán szeretetteljes, és mindent megvalósító. Köszönöm szépen.